Egy rangos folyóirat évek óta elkészíti a legjobb hazai középiskolák rangsorát. A top 100-as listába Tolna megyéből egyedüliként a szekszárdi Garai János gimnázium került be. Megelőzött számos a régióban működő gimnáziumot. A lista összeállításakor idén is három fő szempontot vettek figyelembe a készítők. A nappali tagozatos 10. évfolyamosok 2018-as kompetencia mérésének eredményeit matematikából és szövegértésből, a nappali tagozatosok érettségi eredményeit matematikából, magyar nyelvből és irodalomból, történelemből és idegen nyelvből, valamint a felsőoktatási felvételin egyetemre, főiskolára bejutott diákok átlagpontszámát. Ennek alapján idén a 71. helyet foglalja el az intézmény. Ez a tavalyi lista eredményeihez képest 17 hellyel előrébb van. Nem azt jelenti, hogy most 17-tel jobb a gimnázium, vagy tavalyi évben adott esetben 10 helyel visszaesett, hanem egy adott évfolyamnak a helyezését tükrözi. Én azt tartom fontosnak, hogy amióta ezt készíti ez a bizonyos folyóirat, azóta mi mindig a dél-dunántúli régió vagy a legjobbja, vagy a második legjobbja vagyunk. Történelem tantárgyból ugyanúgy őrizzük az ország legjobb 20 gimnáziuma között a helyünket. Az idei évben 16 gimnázium előzött meg bennünket történelem emelt szintű érettségi átlagával, és mi a 17-ek vagyunk, így matematikából is több alkalommal sikerült az első 20-ba bejutnunk, most az első 30-ban vagyunk. Mint ahogy említettem, ez nagyban függ az emelt szintű érettségik átlagától, és attól is, hogy hányan tesztek emelt szintű érettségit, hiszen az emelt szintű érettségikre plusz pontokat lehet kapni. Úgyhogy összességében elégedettek vagyunk, és hát szeretnénk, hogyha valóban a későbbiekben is rászolgálnánk erre a címre. Az alapítványi és az egyházi iskolák nélkül kizárólag az állami fenntartású intézmények maradnak a listában. Akkor a 49-50. Helyezett a szekszárdi Garai János gimnázium.